Az Irisztesek mellett többek között a Forgatós Táncegyüttes és a Búdó Klub aerobik szakosztályának műsora színesítette az eseményt. A bemutatókon túl egészségügyi szűrésekre várták a kilátogatókat a Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda munkatársai. Mivel itt elég rendesen voltak sportprogramok, sportbemutatók, ezért hoztuk a két test összetétel analizáló készüléket, amivel ugye a vázizom, testizom százalékos arányát tudjuk mérni, és tudunk tanácsokat adni a hozzánk fordulóknak, hogy a testnek melyik részéből lehet, vagy kellene esetleg fogyni. Némely dohányos is betéved ide hozzánk, hogy CO-mérést nézünk, és hát pszichológusunk is van, aki a lelki egészségről és a stressz helyzetekről tud egy kis tanácsadást adni. Stábunk azt tapasztalta, hogy a lakosság részéről nagy igény mutatkozik az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekre, melyek összehozzák az embereket. Én nagyon szeretek ebben a körzetben élni, hisz látszik, hogy egy nagyon összetartó közösség. A mi csapatunk a mai főzőversenyre egész utca összeállt. A képviselővel, Gáborral szinte napi kapcsolatunk van, bármi problémával kereshetjük őt, és köszönjük neki, hogy ilyen rendezvényekkel színesíti az itt lakóknak a mindennapjait. Én bármit kínhagyhatok az utcán, az utcabeliek vigyázzanak egymásra, nyitott kerítések vannak. Ezért én azt hiszem, Makó egyik legjobb környéke ilyen szempontból, és a közösség is, mindenki mindenkivel, mint egy falusi közösség, nem mint egy városi, itt mindenki jóba van mindenkivel, és ez a lényeg benne, hogy jól érezzük magunkat. Nagyon sok kisgyerekes család van, a játszóterünket imádjuk, szerintünk nagyon jó közösségépítő ez a rendezvény is. Mi úgy terveztük családostól, többen is vendégek, hogy sokáig maradunk, várjuk a koncertet. A kisgyerekeink az aszfaltrajzversenyen részt vettek, a templomtoronyban mindenki felment, mert nagyon érdekesnek tartjuk. A résztvevők személyesen is kifejezték hálájukat a szervezők, köztük Cirbus Gábor felé. A képviselő elárulta nekünk, nagyon fontosnak tartja, hogy jó kapcsolatot ápoljon a körzetében élőkkel, ezért megpróbál minden olyan kínálkozó alkalmat megragadni, mely lehetőséget biztosít a személyes találkozásokra. A munkának a kellemesebbik része, amikor egy városrész napot tartunk, de mindezek mellett én számos alkalommal tartok lakossági fórumokat, fogadórákat is, ahol megbeszéljük a problémákat, és amúgy képes elérhető vagyok bármikor, így, hogy akár Facebookon, akár e-mailben, akár telefonon, akár személyesen, hiszen én is itt lakok néhány méterre a Szent István tértől, találkozok az emberekkel, ide járok én is boltba, étterembe, szóval itt élek a lakosok közt, és bármikor találkozunk, akkor jelzést kapok, hogy ez jó, ez nem jó, ezt kellene fejleszteni. A rendezvényre kilátogatott Farkasi Erzsébet is. A polgármester beszédében kitért több olyan intézkedésre is, melyet a soron következő rendes testületi ülésen fognak tárgyalni. Szeretnénk segíteni azokat a családokat majd, akik nehéz helyzetbe kerülnek az energiaválság miatt, számukra pedig egy szociális rendeletet hozunk létre, kifejezetten az energiafogyasztás és annak emelkedett árára vonatkozó ügyeknek a kezelésére. A tanévkezdés alkalmából szeptember 15-éig az általános iskolásoknak 10 000 forintos tanévkezdési támogatást fogunk biztosítani, tehát ezt a felfüggesztett keretből szerdán vissza fogjuk tenni, ezzel is természetesen a családokat segítve. A program keretében egy főzőversenyt is rendeztek, melyről szerdai híradónkban számolunk be önöknek részletesen.